A hétvégén Kaposvár mellett a Desedai tavon, azon a motorcsónak versenyen, amelyről már tettünk említést, és ahol két magyar versenyző, Frölich József és Volentér László világcsúcsot ért el. Mivel Volentér László bajai adáskörzetünkben él, ezért úgy gondolom, hogy egyetértenek velünk, hogy inkább az ő sikerének örültünk jobban. Öt magyar motorcsónak versenyző jelentett be világcsúcs kísérletet a Kaposvár melletti Deseda tavon. Köztük van Volentér László, a bajai Spartacus vízügy sportolója is. Volentér a siklóhajó osztályban áll rajthoz, és a 350, valamint az 500 köbcentis kategóriákban tesz világcsúcs kísérletet. Volentér László háromszoros Európa bajnok és kétszeres világkupa győztes. Világcsúcsot viszont még nem sikerült elérned. Most így a bemelegítés után hogy érzed? Milyenek a körülmények? Sikerülni fog? Hát úgy érzem, hogyha az időjárás is velünk tart, akkor sikerülni fog. Milyen idő kell ehhez? De ehhez párás, oxigéndús idő, amilyen most van, és szélcsendes. Végül is sikerült a világcsúcs, a 350 köbcentis kategóriában az új csúcs 165 km/h. De nem szombaton, amikor elkezdődött ez a beszélgetés, hanem egy nappal később. Miért? Hát a tegnapi időjárás közbeszól, nem volt elég időnk arra, hogy összeállítsuk a felszerelést, és utána még már nem volt olyan idő, hogy csúcsot lehetett volna menni. Most menet közben mikor érezted, hogy meg lesz a világcsúcs? Hát, már a versenypályára a bemenésnél éreztem, hallottam a motornak azt a homolók hangját, és megúsztam egy fordulásba, egy majdnem bukást is, mondtam, most már meg kell, hogy legyen. Most van Európa bajnoki érmed, világkupa futamot, világkupát nyertél, megvan a világcsúcs, hiányzik még valami a gyűjteményből? Igen, egy világbajnoki cím.